Sziasztok, én Bálint vagyok, ez itt a Gaming Dumping, és a mai napon snowrunnerozni fogunk. Visszatérünk a sártagasztás világába, kamionokkal, kisautókkal, jippekkel, stb. Zúzzuk majd magunk alatt a földet. Na, a mai epizódban már egy újabb pályát fogok nektek bemutatni, illetve egy újabb pályára tértünk át. A kontrolleremben viszont nincsen töltés, úgyhogy jöhet egy kábel, amit rádugunk. Nagyon fasza. Szóval a mai epizódban egy újabb pályát fogok nektek megmutatni, ami sokkal inkább, hát nem olyan hegyvidékes, mint az előzőek, hanem egy sík terepen fogunk játszani. Viszont itt rengeteg a víz, a sár, úgyhogy mindenképp nehéz a terep. Viszont nincsen rajta garázs állomásunk, ami azért rohadt ciki. Közben egyébként nem támad az USB-t. Aha. Meg is vagyunk. Szóval nincs ezen a pályán garázs, ami azért rohadt ciki, mert minden javítást, minden utántöltést saját magunknak kell megoldanunk saját kocsikkal. Az nem olyan jó. Meg hogyha felborulunk, akkor egyébként jöhetünk vissza a másik pályáról. Úgyhogy ez egy igazán kemény terep számunkra. Ezzel a kocsival is ugye el kellett jönnöm idáig, és azután vásárolnom kellett utánfutókat, és azokkal meg tankoltatnom magam, meg ilyenek, hogy teljes állapotban tudjunk tovább menni. De itt már nincs szórakozás, már hogyha valamit elrontok, akkor két pályán át kell jönnöm, hogy visszaérek ide. Na, közben miről van szó? Lenne egy kérdésem, melyik a kedvenc járműved? Hello Lokomotor, egyébként üdv a streamben. A kedvenc járművem, most annyira nem igazán tudom megmondani, lehet, hogy még mindig a Fleetstar, pedig most már nem használom annyira. Az biztos, hogy ez a jelenlegi kocsi, nem is tudom a nevét sajnos, White Western Star 4964, ez az, ami most jelenleg az én állásomban a leghasznosabb autóm, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy akkor ez a kedvencem, de szeretnék egy rendes offroad járgányt majd, vagy egy ilyen heavy duty kocsit majd, ami majd látni fogom, hogy az már egy igazi pagány járgány, úgyhogy egyelőre még nem érzem azt, hogy melyik lenne a kedvencem. Nincs egy ilyen személyes kedvenc. A mai feladatunk az lesz, hogy igazából ide eljövünk. Egy olyan terepen fogok végigmenni, amit tulajdonképpen jippeknek, meg ilyen kisebb autóknak találtak ki, de én kamionnal megyek neki ennek a terepnek, mert is nem. Különböző pontokat kell meglátogatnunk, nem időre megy a dolog, egyszerűen csak el kell mennünk oda és érinteni ezeket a pontokat egy hegyen. Itt már egyszer felborultam egyébként ezzel a kamionnal ebben a küldetésben, azért a negyedik ponttól haladunk tovább, mert a negyedik pontig nem jutottam el korábban. Látom, már mennek egészen jól. Igen, igazából nem tudom, hogy a játéknak ez a pálya része már tényleg könnyebb, de igen, mondhatjuk, hogy egészen jól mennek ezek a kamionok, igen. Nem kell lebecsülni azt, amit elértünk velük, tök jó fel vannak tuningolva, szépen mennek a sárban. Nagyon picit arrébb húzom magam szerintem, mert pont, hogy kitakarom a sebességváltót, amit nem szeretnénk. Így. Ezen a pályán egyébként elég sok küldetést megcsináltam már, úgyhogy nem most vagyok rajta itt először, meg nem is nemrég jöttem rajta rá be. Láthatjátok egyébként, hogy az összes felfedező torony az ki lett lokkolva, és nem olyan sok küldetésünk maradt, konkrétan egy ilyenünk, hogy Little Help for my friends, meg egy Flaming Barrels időre menő küldetés van még itt, amit látok így hirtelen. Lehet, hogy igazából ez a pálya ez ennyi volt, a Fallen Antennát is megcsináltam. Úgyhogy ez a pálya ez nem volt annyira izgalmas egyébként, mert nagyon sík a terep. Remélem, hogy a másik pálya az majd izgalmasabb lesz, Michigannek a negyedik pályája, mert ez volt a harmadik. És remélem, hogy ott lesz garázs.
Sajnos nekem nincs meg, de igazán élvezetesek a streamek is erről a játékról. Nagyon köszönöm, örülök neki, hogy élvezitek. Ez még az első pályánk? Hát Michigan. Michigan mindenképp, de Michiganen belül a harmadik pálya. Itt kéne feljönnöm az útra és szemből megközelíteni a négyes pontot. Amikor én próbáltam, egyből a szkában kezdtem. Hát azt is lehet, őt is lehet. Hoppá, nem, oké, még mehetünk. Én úgy voltam vele, hogy Alaszkába direkt azért nem megyek, mert az egy nehéz terep, és igazából direkt ezeket a könnyű michigani területeket akartam először bezúzni, hogy majd abba a nehéz alaszkai terepbe, abba majd úgy menjek, hogy nagyobb felkészültséggel. De lehet, hogy egyébként az lett volna a helyes, hogyha az Alaszka első pályáját csinálom, meg aztán Michigan első pályáját, és így szépen haladgatom. Hát nem azért mondom, de rohadtul látszik, hogy ez a pálya, ez nem nekünk való, be sem férünk ezzel a kamionnal, ha csak nem erőszakoljuk át magunkat, úgyhogy mincseljük fel magunkat. Jövünk be egy négykerék meghajtást. Nem. Ez nem adja meg magát, itt nem tudunk tovább menni. Ez ennyi. Esetleg a másik szögből próbálkoznék, de... Nem, ez rohadtul nem így működik, úgy látom. Ez szerintem lehet, hogy talán még szándékos is a fejlesztők részéről. Kicseszünk velük, hiszen ez egy open world játék, úgyhogy megkerüljük a dolgot. Valószínűleg ez lesz a megoldás. Oké. Nem borultam fel. Egyáltalán nem borultunk fel. A rohadt életbe beszorult a hátsó kerekem egy fába. Nem baj, az segít majd kijönnünk onnan az a fa. Ha ki nem rántom az egész fát. Gyerünk csak egy nagyon kicsit át a rohadt anyádat. Jó van, akkor ennyi. Akkor ezt megszívtam. Hát akkor ezzel... Amúgy sem vagyunk idevalók, vagy nem tudom. Majd kimentjük magunkat egy másik kocsival. Talán. Azt lehetne. Vagy egyébként várni csak azt lehetne, hogy ez a fa itt mellettem, ez eléggé könnyen kidönthető, úgyhogy egyszerűen ki kell rántanom a helyéről. De csak nem akar kidőlni. Aha. Tényleg az a, nem az a baj, hogy felborultunk volna, vagy ilyesmi, mert egyszerűen a hátsó kerék az beakadt. És nem tudok olyan szögbe fordulni, hogy kiakasszam, annyira közel van itt két várhoz. Ez borzasztó. Hogy tudtam behozni ide egyáltalán? Rémes vagyok. Esetleg azt lehetne, hogy kirántom az orrát. Így. Na, kijöttünk. Mázli, te jó ég. De borzasztó volt. Oké. Na, akkor kerüljük meg ezt a sziklát. Hello, Jozoda. Üdv a streamben.
Itt átmegyek a kettő között, talán átférek? Nem tudom. Ezt a játékot megint nem úgy játszom, ahogy kéne, azt hiszem. Na, oké. Most már csak rá kéne mennem az útra rendesen. Jobbra kéne fordulnunk. Igen, úgyhogy tolatunk hátra egy nagyon picit. Oké, eddig jó. Az mondjuk elég komoly, hogy elhasználtam 60 liter benzint arra, hogy megérkezzek az útra, ami felvisz minket majd a célunkhoz. És akkor még a küldetéshez nem is értem el, ugye? És még nem is kezdtem el a küldetést folytatni. A további pontokat egyáltalán nem kezdtem el megközelíteni sem. Tényleg jöttem volna egy terepjáróval. Oké. Simán vesszük egyébként magát az útviszonyokat és az akadályokat, azokat... Hát már mint a rendes akadályokat, amiket a játék elénk állít, nem azt, amit én állítok magam elé, az, hogy bemegyek a fák közé, aztán beakadok. De ez az út, ez nagyon könnyen vihető ezzel a kamionnal. Kivéve amikor ugye úgy építik ki a pályát direkt, hogy ne férjek át. De hát tök jó megkerültük, szóval nem mondja ez annyira. Na és akkor elméletileg itt is vagyunk, ez volna a negyedik pont. Ja, és még kész is van, de jó. Na, ez jó. Flaming Barrels, ez az utolsó küldetésünk ezen a pályán. De kb. Úgy jártam, mint Bálint, emlékszem a streamre, amikor hajnalig itt voltunk. Beakadtál te is a játékba, és hajnalig nyomtad? Nem bírtad abba hagyni, mi? Na nézzük a Flaming Barrels-t. 10 perc alatt el kell vinnünk egy ilyet. Hova? Ide. Innen. Ide el kell vinnünk egy cumót 10 perc alatt. Abszolút lehetségesek tűnik. Szerintem még benzin is lehet rá. Fene tudja. Itt ezen a pályán tényleg az a baj, hogy a benzinnel nagyon... nagyon spórolósan kell bánni. Nekem 230 literem van. Fú, basszus, hogyha itt át tudnék jönni a fák között lefelé, akkor kiérnék egy útra és lerövidíthetném ezt az egészet, amit itt csináltam. Ki akarok menni rajta. Próbáljuk meg, törjünk át a fák között. Oké, óvatosan. A hátsó kerék megint beakadt. Kicsit jobban fel kell mennem, azt hiszem. Ez az igazi open world érzés. Nem ez a lényeg a játéknak? Ez a fa itt előttünk útban van, ez tök jó lenne kidönteni. Nézzük meg, hogy ki tudjuk-e. Úgy látom nem. Ez nem az a típus. A hátsó részét kell a kocsinak megrántani, úgyhogy azt mondom, hogy megvincseljük a segét oldalra jobbra. Oké, rendben vagyunk. Basszus, de jó lenne, ha látnék valamit. Nagyon rosszul csinálták meg ezt a részt, hogy amikor az ember megy a fák közé, akkor nem igazán látja, hogy mi van. Megint a hátsó kerék akadt el. Kint vagyunk, mehetünk tovább.
Akkor Bálint mester még Padaván volt. Hát amikor hajnali kettőig itt voltunk, akkor az konkrétan a második, vagy lehet, hogy az első snowrunnerözésem volt, és az még tényleg nagyon az elején volt. Tanítványként hagytalak ott titeket, de most én vagyok a mester. Kösz a követést, Lenny 3, 1, 2. Lehet, hogy itt nem fogunk átférni sehogy. Azaz, azaz, jó lesz. Szerintem jó lesz. Most még időben kihúzom a seggét. Balra. És átjutunk. Ez a hátsó kerék beakadás dolog, ez nagyon, ez tényleg egy reális veszély, amikor úgy megyünk ezzel a kamionnal, hogy nincs egy semmilyen utánfutónk, ami ugye megakadályozná ezt, ami útját állná a fáknak, hogy beékelődjenek a kamion közepén. Szellem 1 folytatta az ajándék előfizetést, melyet Gaming Dumping ajándékozott. Ez mit jelent? Hogy folytattad ezt az előfizetést, ja, nagyon köszönöm, át kellett gondolni. Fura egyébként, hogy nem írta ki. Mert az ilyen feliratokat ki kellett volna írni a proginak. Azért nem is értettem, hogy milyen notification az, amit nem ír ki nagybetűkkel a rendszer. Na, megérkeztünk a favágó telepre. Most már csak egy landolást kéne produkálnunk. Égyné, átvágtunk az erdőn. Nagyon király. Baszki. Üzemanyagtartály, nagyon jó. Használjuk. 300 liter. Fullon vagyunk. Na, tökre megérte. Csak itt tovább, nagyon köszönöm, igyekszem. Oké, és most pedig jobbra kell fordulnunk. Na, tele a tank, igen. Ennek most én is nagyon örülök. Kapcsunk egy lámpát az éjszakára. Majd én is előfizetek pár hónapra. Jó van, Gábor, ahogy érzed. Persze. Mindenki, hát ahogy megengedheti magának. Ez mindenkinek a saját döntése. De nekem nyilván az is nagyon sokat jelent, hogyha itt vagytok, és néztek. Mert különben semmi értelme nem lenne ennek az egésznek, amit csinálok. Na, innentől kezdve egyébként egyenes út vezet minket a quest felvevő pontig. És hogyha az megvan, akkor ugyanazon az úton vissza kell csak jönnünk egyébként a depóig. Nem depó, hanem hát egy ilyen, mondhatnánk azt, hogy az egy garázs, de igazából csak egy garázsol funkciót betöltő, utánfutó eladó létesítmény, ahonnan indultunk, és oda kell majd, hogy nem visszamenni. Úgyhogy... Csak itt az időre majd figyelni kell egyébként, ennyi a különbség.
Csak kapjak a bankkártyámra pénzt apámtól. Aha. Hát jó, hát igen. Nem is tudtam egyébként, hogy lehet ilyen fiatalon valakinek bankkártyájának. Először a bankkártyám 14 éves koromban volt talán, és ez egy ilyen junior kártya volt. Fogalmam sincs, hogy egyébként mi az alsó korhatár a mai világban. De én úgy emlékszem, hogy én már akkor is olyan az alsó korhatár körül voltam. Aztán lehet, hogy azóta változott valami. Én élvezem, amit csinálsz, most is jobb lett az este. Szép amúgy ez a játék, és igen, nagyon szép ez a játék, főleg egy Fallout után. Gyönyörködteti az ember szemét. Nekem még mindig junior kártyám van. Nekem is nagyon sokáig junior kártyám volt egyébként, ilyen talán még 20-valahány éves koromig, mikor az első, utána magától lecserélte a rendszer a kártyámat, ugye, mert az a kártya elévült, és utána kaptam egy rendeset. De nem úgy volt, hogy 18-at betöltöttem, aztán meglett a izé rendes kártyám rögtön. Hát gondolom, neked is jözzöd, de majd akkor fogják kicserélni, amikor lejár a bankkártyát az egész, és akkor nem küldenek emiatt külön. Meg egyébként nem is tudom, hogy milyen hátrányai vannak egy junior kártyának technikailag, én bőzöm sincs, hogy az... Az lehet, hogy ez csak egy megnevezés. Nem emlékszem, hogy volt bármi hátrányom belőle, hogy olyan kártyám volt. Na, itt vesszük fel a küldetésünket elméletileg, bár lehetséges, hogy... Várjunk csak, hoppá! Ez egy érdekes kérdés, mert lehet, hogy nincs hozzá megfelelő... felszerelésem, hogy felvegyem a cuccot, amit akar adni. Na jó, van, ezt kipróbáljuk, mert lehetséges, hogy egyébként ezt a kocsit le kell cserélnünk. Erre nem gondoltam, pedig gondoltam volna rá. Igen, és ott van mögöttünk egy ilyen, aha. Hát ez szívás. Akkor viszont le kell cserélnünk a kocsinkat. Ahhoz viszont recoverölnünk kell. Úgyhogy vissza lehet jönni erre a pályára, csodálatos utazásban lesz részünk. Ha lejár, akkor meg lehet fizetni még azt is. Nem, mert én bankkártyát sosem fizettem, én úgy tudom, hogy azt ingyen adták. Szerintem semmi hátrány, csak előny van, hogy nem vonnak le havonta X összeget, mert csak úgy van. Hm? Jó, mondjuk ez lehet. Felteszünk egy sideboard bedet, illetve egy feltöltő izét. És kész is a kocsi. Csinálunk magunknak egy nappalt. Jó kis reggel 6 óra. És akkor menjünk vissza arra a térképre. Szerencsére már fejből tudom az utat. Úgyhogy csak kocsikázunk egyet lazán. Nyomjuk első nézetből. Jó kis izé, belső műszerfal, meg minden látszódik. Nagyon szép egyébként. Imádom azért, hogy ki van dolgozva rendesen. És egyébként most nézem csak, hogy mennyire király, hogy a kamionnak a belseje az ilyen faborítású. Nagyon szép, nagyon szép. Igazi régi retro jármű. Klasszik jármű. Veterán kamion. Ja, a vezetési díjat mondtad, hogyha értem. Szép a karod. Ja, a csávónak? Hát, nem olyan jó a grafikája szerintem egyébként, és hogyha megnézzük, akkor... Jaj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 
de minden esetre nagyon furcsán, ilyen gyorsan kalimpál, nem tudom, nekem furcsa a mozgás. Ezt nem csinálták meg annyira jól szerintem, de nem olyan nagy dolog. Maga a kocsit kell nézni inkább. Egyébként sokkal jobb, hogy látunk valakit ülni a volánban, mint hogyha csak úgy tekergetnék az üres kormányt, mint a régi autós játékokban, az nagyon fura. Persze régen még az is fura volt, mikor valaki fogta a kormányt, úgyhogy mindenképp fura volt. De azért mégiscsak az a helyesebb, hogyha látjuk, hogy fogják a kormányt.
De Bálint van jogsít, mert ha nincs, akkor mehetsz gyalogosba. Miről beszélsz? Az életben van? A játékban nincs. Euro Truck Simulator, ott nincs keze az embernek. Hát igen, az nem olyan jó szerintem. A játékban nincs jogsim. Nem lehetett jogsit szerezni. Itt a Snow Runner-ben itt nem volt ilyen. Egyszerűen csak úgy kezdtük a játékot, hogy ültük a csávóval a Chevy-ében, és nem részletezte a játék, hogy van-e jogsink vagy sem. Ezt a képzeletünkre hagyta. De szerintem még az Euro Truck Simulatorban sem részletezi. Húzd el a kamiont. Persze. Ki se tudok szállni. Mi ez a hülyeség? A tutorial az lehet annak mondani. Micsodát? Na most ezt nem értem. A Chevy-s részre gondolsz, Cat Mario, ami játék elején, amikor a Chevroletben ülünk? Ja, jogsinak. Ja, értem, hogy az emberek alapvalóságban jogsi, akkor az a tutorial a Snow Runner-höz. Egyébként igen. Nem, egyébként, tehát, hogyha őszinte akarok lenni, akkor én már korábban ugye mondtam, hogy a valóságban azért egészen más vezetni, mint egy játékban, de mindkettő nehéz valamilyen szinten, szóval a valóságban összetettebb az, hogy maga a kezelése a kocsinak, ez nyilván nem csak egy kontrollerből áll, meg ilyenek, viszont egy játékban az, hogy nem érzed magad körül annyira jól az útviszonyokat, nem vagy ott és érzed magad körül a kocsinak, a kamionnak a fizikai méreteit, hanem csak úgy sejted, Az nagyon megnehezíti azt, hogy vezessük ezt a kamiont, szerintem. És ilyen tekintetben viszont egy igazi kocsit sokkal könnyebb vezetni. Hát meg egyébként az igazi különbség talán, hogy amikor az ember autót vezet a valóságban, akkor oda kell figyelnie rendesen arra, hogy mit csinál itt, meg nem. Meg egyáltalán nincs ilyen kényszer. Valamennyire oda kell figyelni, nyilván, mert akkor felborulunk, de hát üssekül, hát hányszor borultam már, és nem igazán tanultam belőle. Mert ha a csetre figyelek, akkor a csetre figyelek. Persze a valóságban is van olyan, hogy az emberek inkább mobiloznak vezetés közben, ami rohadt gáz. Sosem tennék ilyet. Esóban lehagytam Drake-et pénzben, összetrédeltem 2,5 milát, most én vagyok a szerver zsidó. Szép, gratulálok! Nincs is annál jobb dolog, mint Drake-et féltékenyé tenni. Akkor már vagy valaki, hogyha ezt meg tudod csinálni. Na basszus, ez egy rohadt szakadék nagyjából, ami most lementünk, ez brutális volt. Ezt megnézitek harmadik nézetből, ez azért elég meredek volt. Nem biztos, hogy fel tudnánk menni rajta vissza. Az a durva egyébként, hogy ez a kocsi most annyira fel van szerelve, hogy még a nagyobb sárban is tudunk menni valamennyire, úgyhogy nincs bekapcsolva a négykerék meghajtás. És ha bekapcsolom egyébként, akkor nyilván egy kicsit jobban megyünk, csak hát sokkal jobban fogy a benzin, úgyhogy nem lenne muszáj bekapcsolni. Nem lenne jó bekapcsolni, hogyha nem tudnám egyébként, hogy egy teli benzintartály vár minket a következő pályán. Úgyhogy nyugodtan használjuk, nyugodtan nyomhatom a négykerék meghajtást bármikor. Mi az SO? Elder Scrolls Online. De látom, hogyha te is megírtad, meg... Ja, oké, azt már megbeszéltétek. Ilyetben még egyszer felborulni, ha olyan, akkor nem lesz második menet. Ja. De a harcosok klubjából megtanultuk, hogy az ilyetben egyszer fel kell borulni legalább. El kell engedni a kormányt az autópályán, és... Júj! Kész, ennyi volt. Ez ennyi volt. Ez nem tudom, itt megakadt a kocsi, és rögtön felborult. Nem tudom, minek mentünk neki. Hát
Hát igen, ebből nem jövünk ki. Itt valaminek nekimentünk korral, és az megakasztott minket, és aztán rögtön balra beborultunk. Szívás. Semmi gond, megoldjuk, megoldjuk. Hiszen erről szól a játék, abszolút benne van a dologban. Jöhet a felmentősereg. Kihozzuk ezt a kisebb szörnyeteget. Imádom, ahogy kinéz. Nem olyan hasznos, mert nem lehet nagyon kevés dolgot lehet rátenni. Sajnos túl nagy vadállat ahhoz, hogy kisebb szállítmányokkal foglalkozzon. De ez egy igazi terepjáró. Ez lesz a mi mentőkocsink, még szirénája is van, meg minden. Mostában olyat vezetek, lájtós, de a váltósat jobban szeretem. Automata váltósat vezetsz? Vagy mire gondolsz, játékbeli zére, vagy mi? Köszönöm a klippet, Cat Mario. Mi az, hogy tényleg el kell? Ezt én mondtam? Meg fogom nézni, aztán majd kiderül, gondolom. Jaj, a való életben, persze, emlékszem, igen. Tényleg, igen. Kár, hogy nem a való életben volt, hanem csak a játékban is semmit nem ért az egész. El kell engedni a kormányt. Ja, tényleg. Túl gyors, az egyszer biztos. Nézzük meg belülről, hogy néz ki. Szép faborítása van ennek is egyébként. Érdekes, ez valamikor biztos divat volt. Meg ilyen kis kirakott, ilyen kis pufi hátsó részek vannak benne, ilyen karosszéria vagy mi. Mint a hangszigetelő lenne, de nyilván nem az, hiszen minek is rá. Kis izé is van, apró izé ventilátor benne, nagyon cuki az egész, imádom. Na jó, van, menjünk külső nézetben. Sokkal látványosabb. Automata sebességváltós autót nem vezettem a való életben. De állítólag olyan érzés, mint dodge-emezni. Favoritás az mostanság a gazdaság jele. Annak idején meg ez volt az alap. Bájt még ült is a kocsiban annó, amit vezettem. És az automata volt? Az nem automata volt, nem? Az automata volt, és én nem vettem észre. Beszarok, nem semmi. De olyat is vezettem szerb kocsit, amiben még szerú sem volt, meg semmi. Az igen. De hát a szervokormány az csak akkor nagy szám, hogyha valamilyen nagyobb kamiont vezet az ember, mert azokban van. A normál kocsikban meg legjobb tudomásom szerint nincsen. Ott a teljesen alap az, hogy ott azokban nincs. Haver olyat se vezetett, amiben ülés se volt. Egy abroncsot szerkesztettünk nekibe. Kezd ez a beszélgetés olyanná válni, mint a Saskabaréban, amikor azt licitálták felül a műsorban, hogy kinek milyen szar élete volt. És a végén már odáig jutott a csávó, hogy én felkeltem minden nap este 10-kor, vagyis 2 órával előbb, mint ahogy lefeküdtem. Apám nem csak hogy megvert, de minden nap meggyilkolt, aztán elásott. És úgy dolgoztam a gyárban, hogy én fizettem azért, hogy ott lehessek. Valami ilyesmire jött ki a vége. De hát az valamilyen bűnrégi paródia.
fel, nem parodia, hát önmagában egy ilyen, nem tudom, nagyon régies ez a humor már, azt hiszem, manapság már nem biztos, hogy értékelnék. Ilyen angol humor talán? Ajaj, azért körülményes ezzel menni, ezzel a jószággal. Nagyon szépen megy a terepen, én azt látom, mert rohadt nagyok a kerekei meg minden, de nagyon nehezen kanyarodik, és nagyon lassú. Úgyhogy mindenképp türelmet követel. Mondjuk jobban szerettem emiatt a másikat, amivel most beborultunk. Várj, csak nem mentem túl véletlenül? Nem. Jó, helyes. Na most megyek az első boss árkba. Blood Mother Lizrix Comma szinten. Basszus, én ebből annyira nem értettem semmit. Csak annyit, hogy mész a bossra. De sok sikert. Az első kocsi csak is fából készült, gondolom. Hát szerintem is valószínűleg lovas kocsi volt, és szekérnek hívták, és valószínűleg fából. Fából készült, igen. Basszus, hogy fog itt befordulni? Ez egy rohadt nagy meredek. Ez az a meredek ugye, amit megnéztünk a múltkor. Jajaj, le is csúszok rajta. Innen felülről azért sokkal durvábban néz ki, mint amikor elmentünk rajta le. Ezt a valóságban azért mekkora magánság bekockáztatni. Hát rendben vagyunk. Nem tudom, miben van manapság szerú, de olyan régi kocsi volt, hogy alig bírtam elfordítani a kormányt. Akkor lehet egyébként, hogy én gondolom rosszul. És hogy én nem tudom pontosan, hogy mi az a szerú. Ifát próbálnám ki meg ezeket a valóságban is az ilyen nagy dögöket. Mondjuk az ifa az tényleg egy élmény lehet. Egy ilyen jó kis kommunista gyöngyszem. Manapság egyetlen ifát se látok már, régen meg állandóan azokat láttam. Tele volt velük a város. Na jó van, itt a felmentő sereg. Olyan rohadt nehezek vagyunk, hogy így, ennyi. És visszarántottuk a barátunkat. Azért van különbség a kettő között méretben. Kösz, hogy nekem jössz. Tankoljuk meg a kicsikét, hogyha már itt vagyunk mellette. És javítsuk is meg, hogyha már itt vagyunk mellette.
És akkor én azt mondom, hogy ezzel a kamionnal be is fejeztük. És akkor vissza. A fő feladatot végrehajtó kocsinkra. Erre a kis apróságra, erre a kis tökmagra. Tényleg annyira pici a másikhoz képest. A, jó, hát nem olyan nagyon pici, de azért van különbség méretben bőven. Nézem, itt egy felborult kamion. Jaja, hogy nem, oda került. Valaki ott hagyta. Kamion hancúr az lesz most itt. Jajjaj. Nagyon félek, hogy Gábor elrontottalak az előző Fallout játékkal. Lehet, hogy legközelebb... olyan időpontot választunk, amikor már nem tudsz jönni, bár olyan nincs egyébként. De egyébként remélem, hogy nem voltam rossz hatással rád. Csak anya benne nyisson, azaz. Gábor szülé szét fognak minket kapni. Szerintem Gábort fogják szét kapni, hogy 18 pluszos izéket nézett. Twitch videókat, arról én nem tehetek. Én kitettem a 18-ast. De egyébként meg nem fogunk letiltani téged, Gábor, 10 percre, semmilyen szabályt nem szektél meg. Ha jól tudom. Majd a modik eldöntik, de szerintem ők is ezen a véleményen vannak. Csak Bálintot, szerintem nem is értik, miért 18. Hát sokaknak el kéne magyarázni, hogy működik az internet. Nagynak tűnik ez a sár, de nem az. Simán átmegyünk rajta. Egyes területein a pályának már tudom, hogy nem fogunk elakadni soha, bár egyébként a játék grafikája elég ocsmány, amikor azt nézem, hogy ez a víz hogyan tekeredik fel a gumira. Ez régen is fura volt, de most kifejezetten ocsmánynak tűnik. Lehet, hogy nincs fura nyomva a grafika. Most még szép, most még egészen szép, de bizonyos pillanataiban meg nagyon ronda az, amikor a víz így a gumikon tekeredik, vagy örök fel. Szeretnék venni majd egyszer ebben a játékban egy ilyen nagy cat dögöt. Annyira várom, hogy eljussunk oda azokhoz a bazi nagy kerekű kamionokig, amik tényleg ilyen röhögve átmennek majd ezeken a sárga pacokon, remélem. Persze onnantól kezdve unalmas lesz a játék, de egy ilyen végjátékban szerintem tökéletesen jók lesznek. Mondjuk nagyjából egy streamre jók lesznek szerintem. Az egész internet egy nagy 18 plusz. Hát, mondhatjuk, internet is for porn. Na, átjöttünk a másik pályára, itt egy kicsit feltankolunk, megjavítjuk magunkat majd. És újult erővel nekivágunk a küldetésünknek majd.
Kár, hogy csak ilyenkor egy rövid zené a játéknak, nagyon jó zenéje volt most. Bár ha lenne zenéje, akkor valószínűleg egy idő után úgyis kikapcsolnám. Mert a realitásból, realitásérzésből egy kicsit levesz sok játékban, bár egy ilyen autós játékban egyébként egyáltalán nem mondható ez el, mert ugye hallgathatjuk a rádiót. Mondhatnánk azt, hogy ez a rádió. Látom, Gábor megkapta, amit szeretett volna. Basszus, ezzel azért belementem most a sárba. Lehet, hogy olcsó, egyszerűbb lett volna az úton maradni. Legközelebb az lesz. A rohadt életbe. Meg sem moccan. Nő, ez nem az az út, ez nem az a szakasz, amit érdemes volt levágni. Inkább visszamegyek az útra, aztán megcsinálják becsületesen. Ez VTF amúgy, most ezt nem tudom hova rakni. Miért? Hát ez csak egy ilyen kis apró jópofáskodás most az, hogy letiltottátok Gábort, vagy mit? Van a Twitch-ben ilyen funkció direkt, hogy tömpergumiért lehetne egyébként azt kérni, hogy, tiltsa, hogy a rendszer automatikusan letiltson 10 percre. Szóval ez egy tulajdonképpen ez egy létező igény, hogy az emberek letiltassák magukat. Csak én nem raktam be, mert úgy voltam vele, hogy hülyeség, de látszik, hogy azért néha mégis felmerül, hogy legyen ilyen. Úgyhogy ha akarjátok, akkor én berakhatom legközelebb, hogy dömpergumért legyen ilyen kitiltás. Csak mindenki csak magára alkalmazhatja nyilvánvalóan. Na, pályát akkor most meg kell állni egy útszéli cicababánál. Miért? Na, szóval itt vagyunk, és úgy tudjuk megoldani a dolgot, hogy veszünk egy utánfutó kocsit. Basszus, nem tudom megvenni. Ó, hogy rohadjon meg. Mert túlságosan ki van lógva. A rakodó cucc miatt a hátulja kilóg, és ezért nem tudom felrakni. 230 liter benzine maradt a pályára. És fölöslegesen jöttem el idáig. Na, ez szívás. Akkor borítékolva van egy recover nekünk, azt hiszem. Vagy meg kell állnom egyébként. Azt hiszem, a pályán van valahol benzintartály. Nyilván ott van egy egyébként, amit már egyszer hátra hagytuk. Oda elmehetek. Igazából lehet, hogy oda el kéne menni. Van egy-két benzintartály még a pályán, de szomorú vagyok. Ezen a pályán akkora kibaszás az, hogy nincs egy rendes depó, amiben be lehet parkolni és egy kicsit átalakítani a kocsit szükség szerint, hogy folyamatosan el kell jönni erre a pályára így, keréken. Szavazni akar a nép, szavazzuk meg egy játékot. Nem is igaz, szellem, te akarsz szavazni, ne szórakozz. Mi az, hogy szavazni akar a nép? Legyen kihívás, hogy leveszed a szemüveget és úgy kell vezetned. Hát ha én leveszem a szemüvegemet, ugyanúgy látok mindent, az a helyzet. Ez egy nagyon gyenge szemüveg. Abban semmi kihívás nem lenne. Annyi, hogy ez a szemüveg ez annyiban segít, hogy a kis 12-es méretű karaktereket el tudom olvasni, úgyhogy nem kell, tudom is én fél méterre hajolnom a monitortól. De egyébként meg mindent jól látok, és azokat is el tudom olvasni, csak nehezebben. Mennyi?
a medvés legyen. Szomorú, nekem erősebb van, de én is látok nagyjából, az már... Azt már én nem. Ja. De az a szomorú, hogy nekem nincs erősebb. Vagy az, remélem, hogy inkább az a szomorú, hogy neked erősebb van. Gondolom így kéne értelmeznem helyesen. Hello Gábor, örülök, hogy itt vagy, üdv a streamben. Hogyha csak ilyen későn csatlakoztál hozzánk, eddig hol voltál? Nem látom az írásaidat a korábbiakból, csak azért. Jó, nem csak hülyéskedek. De valószínűleg azokat, nem tudom, hogy azokat visszahozzá ilyenkor, csak úgy eltüntette, amikor 10 percre ki lettél tiltva. Igen, mert ez egy jó szívás lett volna, így hoppon maradt a nép. Basszus, lehetne egy csomó hülyeséget kitálni, csak nem tudom, hogy mennyire lenne vicces. Mert például olyat is lehetne csinálni, de szerintem én eskü nem tudom, hogy mennyi értelme van, szerintem egy kicsit agyrémnek tűnik, úgyhogy ezt mindenképp valami maximum eventre tudnám elképzelni, de olyat ebben a játékban lehetne csinálni, hogy nem nézem, hogy kikapcsolom a monitort, és gyakorlatilag vakon vezetek, és ti mondjátok azt, hogy merre menjek. De olyat is lehetne csinálni, hogy a Twitch-en nézem azt, hogy merre megyek, ami ugye késleltetve van, és akkor egy pár másodperce később látok mindent, és na, az kihívás lenne például. Gábor, látok, mivel a chatting küldjek DC linket. Ez nem vicces, bazd meg. Pedig mindenki a jót nevet. Titeket ki kéne találni. Na jó van akkor. Gábor, az egyetlen szerencsét, hogy senki nem viszi el, hogy komolyan írod ezeket. De gondolom nem is komolyan. Cseten nehezen jön át a hangsúly. Azért. Na jó van, most én megtankoltam, elmegyünk az előző helyre, ahol felvesszük majd a kis olajos kannát, aztán leszállítjuk gyorsan 10 perc alatt, és kész a küldetés. Jújjúj! Na, az egy 7-es motor sérülés.
Az a szíves ebben a küldetésben egyébként, hogy a 10 perces időben az is bele van foglalva, hogy az ember rakja fel a kocsira azt a szállítmányt, amit lerak neki a játék. De szerintem ezt egyébként ki lehet majd játszani valahogy. Valószínűleg ki lehet. Például megcsináltam azt, hogy elindítom a küldetést. Ő lerakja az olajszállítmányt, ugye? Én azt felveszem, aztán rezetelem a küldetést, és akkor már eleve ott lesz a kocsim. És akkor ezzel időt nyerünk. Ilyenekkel lehet szórakozni. A SnowRunner-ben ezeket a dolgokat nem nagyon gondolták át szerintem. Például volt egy favágó küldetés, amit időre kellett megcsinálni. Az volt a feladat, ugye, hogy vigyek el 3 fát ide, illetve nem 2 fát ide, aztán még 2, összesen 4 fát máshova. És én úgy csináltam meg azt a küldetést nagyon gyorsan, hogy ezeket az elvivendő fákat eleve oda vittem azokra a pontokra, ahol le kéne adni őket. Így csak annyit csináltam, hogy menet közben felkaptam. Jó, hát nem pont arra a pontra raktam, ahol le kéne adni őket, hanem így valahogy így egy kicsit elé. És akkor menet közben felkaptam a fát, ott volt kikészítve a vontató kocsival együtt mindennel. Egyszerűen hozzákötöttem a kocsihoz, mikor odaértem, és rögtön leadtam, és mentem a következő pontra, szállítmány nélkül, ami elég sokat növelt a kamionnak a sebességén. Na, itt a feladatunk. Ezt most fel is pakolhatjuk. Medvés játékot bassza meg. Nem lesz medvés játék. Az ki kéne váltani a gumikat, de ti elszórtátok. Látom, most kiváltottatok 2-t. Oké, hát még kell pár, de nyugodtan váltsátok őket be, és lesz medvés játék. Oké, ez így jó is lesz. Pack cargo, rendben vagyunk. Crystal Crane. Előre. És most akkor a küldetést újra kéne indítani, úgyhogy már eleve rajtam van a szállítmány, ezzel fogunk csalni. Remélem, hogy nem veszi le. Na, és most indul 0,001 másodperctől. Így lehet megcsinálni jól a küldetést. Kedves szellem, elfogyott a gumin, mennyi aludni. Szép. Basszus, menjünk már rá, tehát pörög az idő, te jó ég. Az nem azért mondom, de ez a barrel szállítmány, ez rendesen megnövelte a súlyunkat.
Oké, okay, jók vagyunk, eddig. Még mindig itt vagy, takarodj el aludni. Jó van, látom, jól elbeszélgetsz magaddal. Aludjál, mert elvisz Bálint. Ja. Ez már tényleg pazarlásnak tűnik. Igazából úgyis ingyen van, úgyhogy most mekkora értéke van ennek a guminak komolyan. Annyi, hogy izé, hogy persze be lehet váltani ilyen értékesebb dolgokra is, de hát az a lényeg, hogy olyan dolgokra váltsátok be, amitől jobb lesz a hangulat, azt kész, nem? Két percnél járunk, nem rossz egyébként, most fogunk feltérni a főútra. Szerintem bőven megcsináljuk 10 perc alatt, de ne ígyunk előre a medve bőrére. Az utat nagyjából fejből vágom, úgyhogy kisebb ellenőrzéseket kell maximum majd csinálni, csak hogy lássam, hogy tényleg jó irányba megyünk el. De itt majd lesz egy jobbra kanyar nem sokára. De egy hosszabb szakaszra érünk, az biztos. Táncolok és mulattuk, amíg csak akarok. Ennyi, így kell élni. Fallout 2-t akarok. Ilyet se láttam még streamben, hogy vissza akarjátok nézni, vissza akarjátok követelni a Falloutot. Mert YouTube-on tudom, hogy van olyan, akinek nagyon tetszik, de itt streamben nem tudom, nem emlékeztem volna, hogy így külön mondtátok volna, hogy az olyan jó, hogyha Falloutozunk. Jó, tudom, hogy Zotya szereti, persze. De szerintem abból egyébként 2 óra az bőven elég, szerintem nekem is sok lenne, hogyha most még felautaznom kéne. Ajaj. Gaming dumping olyat nem lehetne, mint DC-n, hogyha írsz, kapsz XP-t, és ha sok XP-t van, akkor boldog leszel. Én nem tudok róla, hogy ilyet lehet. Szerintem nem lehet. De egyébként nem hiszem, hogy azt annyira, tudom is én, támogatni kéne, hogyha valaki csupán kommentel, mert nyilván nem az a cél, hogy össze-vissza írogassanak az emberek, hanem az, hogy hasznos megszólalásaik legyenek. Úgyhogy én, azt meg nem lehet pontozni nyilván. Itt az időért kapjátok a pontokat, hogy néztek, azt kész. Szerintem az majdnem ugyanaz, mint az, hogy írtok. Annyi az írása az egy kicsit aktívabbá teszi a dolgot nyilván. Persze nyilván az a jó, hogyha pörög a chat, és hogyha van egy ilyen jó kis aktivitás a streamek alatt. De önmagában a nézésért már gyakorlatilag járnak a pontok, úgyhogy szerintem nincs sok különbség. Csak spammezett le sajna. Igen, egyébként igen, én is ettől félnék, hogy sokan spammelnének. Pedig ez történik, mindenki random szarságokat ír.
Hát lesz majd olyan szerintem, hogy nem lelitek örömötöket benne. És akkor már egy kicsit megkomolyodik a dolog. Attól függ, hogy milyen emberekkel bővül a csapat. Mert most az, hogy jelenleg a... be kell érnem veletek, az egy dolog. De egyszer talán majd értelmes emberek is néznek majd, nem tudom. Talán lesz olyan szép világ. Na, jó van, na most én nem vicceltek, csak ti bazd megolhattok, én már nem. Hogy mondtad, szét ebből lázadás lesz. Ti alacsonyítottátok le magatokat. Elkezdtetek bazd megolni a csetel, meg gusztustalankodni, elkezdtetek pornót követelni, Fallout 2-t csak a Hans úr miatt akartok nézni. Mit tehetnék? Mit tehetnék? Elhatárolódom a csettől. Kész. Kivonom magam. Kivonultam. Kész. Vége van. Elvesztettelek titeket. Túlzásba estetek. Na jó van. Játszunk, játszunk. Az a helyzet, hogy ezen a pályán minden küldetést megcsináltam. Itt még nagy küldetések vannak hátra, amik szóba jöhetnek. Igen, metal beamseket kell elszállítani Fallen Pool-okhoz. Ú, basszus, ezért volt ennyi metal beams a pályán. Mindet eladtam. Ciki, ezeket most ide kell hoznom. Ja, de hogy itt van. Aha, érdekes, jó küldetést csináljuk. Fú, azt mondjuk sajnálom egyébként, hogy külön oda kell figyelnem majd a megtankolásra. Mert hogy itt már nem tankoltok, az biztos. De ismerünk egy-két tankoló helyet a pályán, úgyhogy azokat tudjuk látogatni még. Gaming dumping, ez nem igaz. Én meg akartam keresni a barátainkat, akik valahol éhesek, fáznak és egyedül vannak a sötétben. Ezért kell a Fallout 2. Ja, hát a Fallout 2-ben szerintem egy rohadt nagy debugolásra lesz szükség. Szerintem nem éhesek, fáznak, szerintem valahol elmentek, berúgtak és ott hagytak engem a francba. Szerintem a barátaink kifejezetten szemétládák voltak. Ráadásul leléptek a cuccokkal, amiket náluk hagytam. Egy csomó minden volt náluk, amiket el akartam adni. Szerintem most tök jó pénz van nekik abban, hogy azokat elvitték. Az én segítségem nélkül ők senkik lettek volna. Sulik még mindig a kocsmában mosogatna. Cassidy ki nem mert volna jönni a Vault City kocsmájából. Vic pedig egy hülye rabszolga lenne, aki nem tud megjavítani egy rádiót. Én tettem őket valakikké, és ez a jutalmam, hogy itt elhagynak engem, és elviszik a cuccaimat, amit a kezükbe dobtam. Olyan cuccokat, olyan gírt adtam nekik, amiket maguktól sosem szereztek volna meg. Kivel Cassidy-t. De szerintem még ő is kapott egy Prover Armor-re, valamilyen... nem Prover Armor, hanem egy... de nem, mert a Sulik kapta meg az MK2-es ezért, páncért. Jó, Cassidy-nek semmit nem adtam, na. Csak pár szimpeket. De akkor is volt nála 200 vagy 400 shotgun töltény. Azonnal a játékot és káposzta jóváírást követel a nézői szakszervezet. De most is játszunk, gyerekek, hát nem csodálatos a SnowRunner? Hát nem élvezetes? Hát nem gyönyörűséges? Legjobb játék. A
amennyiben a feltételek nem teljesülnek, megfontoljuk, hogy felfüggesztjük a Twitch nézést. Oké, akkor lehet, hogy majd pontulról vesszük a dolgot, nem tudom. Én nagyon szívesen teljesítenék minden kérést, de hogyha nem váltjátok be a dömpergumikat rá, akkor nem tudok mit csinálni. Meg van kötve a kezem. Ha nem kapunk káposztát, leiratkozunk. Nem baj, a felülfizetésetek még pörögni fog attól függetlenül, nekem csak az kell a pénz. Onnantól kezdve tök mindegy, hogy néztek vagy sem igazából. Szellem is most fizetett elő, iratkozott fel, teljesen korrekt. Egy hónapig jön a pénz, nem kell foglalkoznom semmivel, mint a választásoknál. Majd a utolsó egy hétben teljesítek egy-két kérést, aztán át, ha kapok újabb előfizetéseket. Ennyi. Azt csak, amit akarok. Ajaj. Majdnem elakadtam. Basszus, én teremtettem a szörnyet, kérek 10 perc szívtást. Vétkeztem. Moderátort nem is tudom, hogy ki lehet-e tiltani, szerintem nem lehet. Már fene tudja. Meddig streamelek? Éjfélig. Még 40 perc. Na jó, van, nyomjunk egy refuelt. Rendben vagyunk, mehetünk is. Na, és akkor a mostani feladatunk az, így, hogy most már tele van a tank, hogy elmegyünk metál céket, bímeket, tehát ilyen vasrudakat szállítani mindenféle különböző oszlop megjavításához a pályán. Ez végül is egy főküldetés, a játék főszálához tartozik. Van egy csomó mellékküldetés persze, de azokat már kifulloztam, úgyhogy a főküldetéssel fogunk haladni. Megnézzük, hogy hány ilyen főküldetés van, amit ezen a pályán el tudunk végezni. Egyébként rendesen ránk szállt az éjszaka, amit ne mondjak. Nem fogjuk elskippelni, csak garázsban skippelünk éjszakát. Ajaj, itt egyszer már nekimentem ennek. Ennyi realitás meghagyunk a játéknak, hogy ha lehet, akkor nem recoverülünk, ha nem muszáj. Bár igaz, hogy a múltkor recoveröltem egyet, ugye amikor kiderült, hogy át kell alakítani a kamion, De az a helyzet, hogy a játék olyan csúnya dolgokra kényszerít rá minket, hogy most erről a pályáról nem tudunk elmenni, csak akkor, hogyha egyszerűen kihajtunk vele a kamionnal, az tök gáz. Már úgy, hogyha a garázsba akarok menni. Az annyira fura. Egy kicsit kegyetlen, egészen picit. Értem én, hogy itt a maga ráutaltságát akarja az embernek így erősíteni. De pont emiatt ilyen időrabú ez a játék, hogy ilyen dolgok vannak benne. Egy csomó utazás majd, hogy nem teljesen fölöslegesen van benne. Persze egy nagyon jó logisztikai érzékkel ezeket lehet csökkenteni, ezeket az utakat, az tény.
Nos, ilyen tekintetben, mint a Thanos-szal adakoznánk. Egyébként jó a stream, Bálint. Én azt nézem, hogy a chat jó. Van egy titkos fegyver a spam kártya. Ha valaki leteszi, meghal a chat. Mi a rák? Ja, és majd Discordon lerepül, hogy Szellem felborította a kukát, Cat Mario betörte a kirakatot, Wolfi Bálint nyakában. Gábor Hancút néz, azaz. Lehetséges, hogy dömpergumiért berakom viszont azt, hogyha már ennyire élvezitek egyébként a cseten való apró trollkodásokat, meg ilyeneket, hogy, hogy van ilyen, hogy izé, hogy dömpergumiért ki lehet váltani olyat, hogy hangulat jelmúlt. Az is érdekes ám. Lehet, hogy a következő streamre majd berakok egy ilyet, de ezzel lehessen szórakozni. Zsömle lolózik, és nem is érdekli, csak felmutatja az egyik ujját. Szép. Na jó van. Nincs is jobb dolog úgy streamelni, hogy az ember még játszik mellette valamivel. Én is úgy szoktam snowrunnerozni. Normál esetben, hogy valami streamet nézek, mert ez a játék ez pont erre való, hogy az ember egy kicsit becsillezzen elé. Cargo management, és akkor azt mondom, hogy metálből. Basszus, egyet tudtam felpakolni. Jó sok kört kell majd futni vele. Meglöktem a mikrofont, bocsánat. Szóval ez a küldetésünk lenne, ezt aktiváljuk, és akkor itt nagyon sok helyre egyet kell szállítani. Jó, mondjuk ennek örülök, ennek nagyon örülök. Oké. Na, ide el is szállíthatjuk, ez egy könnyű feladat, ez közel van. Jó, mondjuk itt nem tudok átmenni, hiába tűnik átjárhatónak az út, biztos, hogy nem átjárható. Igazából ez egy borzasztó terep. Innen felülről lemegyünk. Szóval, ha pontosítani akarom az útvonalat, akkor ide megyünk. Aztán ide megyünk. Így. Erre. Itt utána pedig valahol tudunk egyet tankolni, szóval így fogunk visszajönni. Ott megállunk a Fuel Carrier kocsinál. És ezen az úton visszajövünk. Nos, akkor neki az éjszakának. Látom, megcserélted a Drift Cruise AVD-t fordítva. Szép. Na vajon csak megcsináltuk a DC-t. Mi volt a baj a Discord-dal? Jó, hogy én közben lemegyek az útról. Na jó, van, visszajövünk. Akármennyire kicsi feladat is lesz ez egyébként. Hosszú utat fogunk bejárni, mire visszatérünk. Egy újabb metal beamzért. De nem gáz, nem gáz. Bár ez megint egy olyan rakomány, ami jó nehéz.
Na jó, majd elolvasom, hogy mit írtatok a Discordon egyébként a vezetőségi cuccba, a zsömlesajt, hogy ott amit írtál. Mert ugye emlékszem, hogy mondtad, hogy majd nézzem meg. Az első állomást azt már érintettük is. Most kanyarodtunk le elméletileg. Hoppán, igen, nem, most kell majd lekanyarodnunk. Pont itt, nagyon jó, jó, hogy megnéztem. Oké. Már látjuk a következő célpontot, nincs olyan nagyon messze. A benzin az fogy rendesen, az biztos. Főleg úgy, hogy négy kerék meghajtással megyünk. Majd meg fogjuk kapni azt a káposztát, amit beváltottunk stream közben? Természetesen. Egyértelmű. Holnap jóváírom nektek, ma már stream után nem, mert késő lesz, mikor befejezzük, de holnap majd sort kerítek rá. És aztán majd átmódosítom a beváltást 5000-re, mert így 500-anként tudjátok beváltani, ez így azért elég sűrű. Hát vagy az, hogy csinálok egy 500-ast, és csinálok egy 5000-es beváltási korlátot is, azt is lehet még. De egyébként az 5000 az meg azért jobb, mert akkor kevesebbszer kell foglalkozni vele. Fele tudja. Na, ez még egy nehéz szakasz a pályának, mert itt felmenni nem lesz olyan egyszerű. Talán meg tudom oldani. Az a baj, hogy itt bekanyarodni rögtön balra nagyon necces, szerintem. Bár... nem. Egészen jól ment. Érdekes. Egyszer pedig már rohadtul megszívtam itt. Lehet, hogy azért volt, mert akkor volt utánfutóm is. Azt hiszem azért volt, igen. Így egyetlen egy rakománnyal könnyen meg lehetett oldani. Na, és akkor elméletileg ide is jöttünk. Egy ilyen kis szaros izét kellett csak felállítani. Ennyi? Nevetséges. Sokkal több fémet hoztam ennél, ráadásul ez fából van, ne vicceljünk már. Na jó van. Zsömlesajt kitiltott a Gábort. Na mi van? Mi történt? Ja, tele volt a cet hancúrral, aha. Jó van, hát ti bátorítottátok fel, magatoknak köszönhetitek. Szellem volt, aki olyanokat írt, hogy Gábor izéket néz, hancúr videókat néz, miközben mindenki csinálja a kis izét tévét. Zúzás, meg ilyeneket.
Na, meg is érkeztünk a tankolózónához. Felkapjuk az üzemanyagot és megyünk tovább. Ebben a kocsiban még bőven van, ez direkt nem szállítom el innen. Ez itt teljesen jó helyen van, itt bármikor megállhatok egy kis extra üzemanyagért. Nem egy benzinkút, de hasonló. Igen, jó irányba megyek vissza, nagyon helyes. Sokat segítenek ezek a márkok a játékban. Még két darab ugyanilyen szállítmányunk van ebben a küldetésben, azután pedig meg lehet majd nézni, milyen küldetések vannak még hátra. De szerintem a mai napon ezeket a küldetéseket tudjuk majd bele befejezni még időben. Azután pedig Michigannek az utolsó pályáját kéne már csak felfedeznünk, és persze nyilván az upgrade-ekre szoktam rámenni ilyenkor először. Ezek a felfedezős dolgok egyébként mindig érdekesek, ugye egy pályát úgy kell megcsinálni alapvetően, SnowRunner-ben, hogy amikor elérkezünk egy új részhez, egy új pályához, akkor először egy jippel az összes kilátó tornyot meglátogatjuk, az könnyen elérhető egy jippel. Persze, hogyha van garázs a pályán, akkor sokkal könnyebb, hogyha nincs garázs a pályán, akkor meg a jeep mögé kell kötnünk egy benzintartály kocsit. Egy ilyen kicsi méretű, egy ilyen travel kocsit. Amivel most feltöltöttük, nem most, hanem amivel feltöltöttük már többször ezt a kamiont. Azon a táborhelyen van ugye egy ilyen egészen pici fekete kis tartály kocsi. Na, hogyha egy olyat rákötünk egy ilyen Chevrolet mögé, akkor egészen sokáig be van biztosítva az üzemanyag ellátásunk, azt tudni. Nem igazán fogunk kifogyni a Mercedes-ből. Na. Nem sokára visszaérünk a bázisra. Ezt a pályát is itt csináltam, olyan sejűvel egyébként elkezdtem felderíteni mindent. És azután pedig láttam már szépen tisztán, hogy hány küldetés van, és akkor bejövök egy kamionnal, és azokat elkezdem megcsinálgatni. Szóval nem olyan bonyolult a dolog. Egyébként pedig egy ilyen harmadik pálya, mint ez, már nem is sok küldetést adott nekem. Az első pálya, meg a második az még elég sokat adott. Én már rámos vagyok ahhoz, hogy tudjam követni a chatet, egyébként egy kicsit én is. De örülök egyébként, hogy ennyire aktívak vagytok, ennyit még sosem irogattatok egymásnak. Szerintem ez biztos valami rekord lesz. Annyiból áll a stream, hogy Bálint megy. De az adminok fognak akkor spamelni. Hát egyébként én itt ebben a játékban tényleg nem tudok csinálni, jól mondja Cat Mario, annyiból áll a stream, hogy megyek. De milyen jól megyek. Nem akadok el? Jobb esetben. Kéne egy 20 perc delay. Az.
ez az út már sokkal-sokkal könnyebb lesz. Várjunk csak, nincs lerögzítve a... De, le van rögzítve, csak nagyon furán lifegett hátul a szállítmány, olyan, mintha nem lenne lerögzítve. Mocorog egy kicsit. Meg hallani a hangján is ezek a fénykoccanások ott. Ezeket tökre jó hallani. Érdekes, hogy erre még nem figyeltem fel korábban. Mi a kedvenc színed, Bálint? Nagyon, nagyon köszönöm ezeket a kérdéseket, ezek igazán zseniálisak. Nem mondom meg, mert kinevetnétek a rózsaszín. Mit tettél, Bálint? Hányszor voltál WC-n? Gyerekek! Nagyon elszálltatok. Ezt hozza ki belőletek azt, hogyha fallout-ozom és utána snowrunnerozom, mert össze felpörgetem a népet, azután pedig már nem tudom őket lecsillapítani, vagy mi? Ilyen túl nagy volt az ellentmondás, így kultúrsok van, hogy az egyik világból átkerültünk a másikba. Hogy hívnak Bálint? Best, baszki. Szeretnénk közelebb kerülni a mesterhez, de tudom, hogy csak szivattok. Hetven méter és megvan az ámpaoszlop, ez a lényeg. Nem az, hogy mi a kedvenc színem, meg ilyen hülyeséget vitettem ma, hányszor voltam WC-n, a lámpaoszlop. Csak ez számít. Ezért élünk, ezért éljük ezt a játékot. Kész is, és most megjavítottuk. Hát nem csodálatosan gyönyörű az élet. Bálint utálja a nézőket. Ez nem igaz. Miért utálnám? Bálint, ki a kedvenc néződ, vagyis modid. Miért pont én? Na várjunk csak. Hogyha az a kérdés, hogy ki a kedvenc nézőm vagy modim, akkor a válasz mind a kettő esetben én vagyok, hiszen én most is látom a saját streamemet, és én vagyok moderátor szerepben is, csak nem használom ezeket a funkciókat. És én a világon mindennél jobban szerettem magamat, úgyhogy... Én. Nem hiszem azt, amit mondasz, kamu. Ja, igazából leplezem, hogy szellemet szeretem a legeslegjobban a világon. Megpróbáltam elviccelni a dolgot, de nem jött össze. Próbáltam poénra venni. Hát ha megúszom a kérdéseket, hát ha nem láttok át rajtam. No homo. Igen, igen, ezt hozzá kell tenni mindenképpen. Most már nincs értelme a modik életének. Miért ne lenne? Az a helyzet, hogy azért jó, hogy ennyien vagytok moderátorok, mert tudtok szórakozni azzal, hogy össze-vissza kibanoljatok embereket random, aztán visszarakjátok őket. Ez is egy ilyen játék lehetőség a cseten tulajdonképpen. Lehet, hogy nem is maradtatok volna itt a SnowRunnerre, hogyha nem adtam volna nektek ilyen jogokat, hanem így meguntátok volna a dolgot, aztán elmentetek volna nézni másokat, olyanokat, akik adnak nektek modi jogot. Zsömbesen kitított a Gábort egy másodpercre, az zseniális. Vigyázzatok, mert aztán a végén Gábor majd fellebezni fog, aztán írja csak Discordon a hatalmas sorokat, hogy miket követtek itt el ellene.
Na jó van, vonuljunk be az utolsó metálbémünkért. 200 litrú benzin van már csak a kamionban. A jobb kezem mutatója meg teljesen elzsibbad, folyamatosan nyomni kell a gázt. Ezt meg töröljük már ki innen, hogyha már itt van. Így. Kell a francnak ide. Meg vagyunk. Ezért most mindenki tiltok Discordon. Ezért vigyázni kell az ilyen kijelentésekkel, ma a végén még örülni fognak neki. Egyébként nem csak Discordon tudsz tiltani, Gábor. Használtad a per ignore parancsot itt a chaten is. Ott van a szabályzatban, hogy bárkit ki le tud szinkronálni. Úgyhogy meg tudod büntetni őket még itt is. Kell majd egy olyan szoba, ahol modikat lehet reportolni. Van már ilyen. Ott van fent a Discordon. Panasztétel, meg ilyenek. Mi is a rendes neve, hogy ő... Azt tudom, hogy a panasz benne van. Felülbírálás, panasz. Vagy valami fellebbezés kötője panasz szoba a Discordon van. Ott lehet panaszkodni a jogtalan eljárásért. Hogy kell a parancsot beírni? Hát ott van a chat izében. Per ignore, utána a név. Van még példa is hozzá. Na, kész van egy újabb küldetésünk. A Lumber Mill Revival questet nézzük meg. Van itt egy ilyen, amit el kell vinnünk ide. Oké. Okay. És metábímeket és... jó, ez nem egy rossz küldetés, ezt csinálhatjuk. Ki kéne jelölni ezt a küldetést. Fú, basszus, mondjuk azt, hogy ezt hogy fogom innen elhozni, ezt nem tudom. De szerintem, hogyha akarunk neki egy rendes utat kijelölni, akkor azt mondanám, hogy itt lejövünk idáig. Aztán itt, ezt felkapjuk, és egyúttal meg is tankoljuk magunkat annál. És aztán visszajövünk a Lumber Mill-re, ami egészen egyértelmű. Francba, nem ezt akartam, de mindegy. Hanem visszajövünk erre. Hát jó, mindegy. Visszajövünk itt. Itt így. Így. Ide. Nem. Nem ide. Ide. Oké. Okay. Na. Ezt mi megcsináljuk szerintem, ez még bele fog férni. Abban marad 13 percünkbe. Mert azért az se baj, hogy egy kicsit túltoljuk. A lényeg az, hogy azért egy kerek küldetésben fejezzük be a mai napot. Egy utolsó, gyönyörűséges vontatókocsi szállítás a Lumber Mill-be következik most. Írtam panaszt. Jó van. Mindjárt elolvasom, várjál. Nézzük csak. Ezekkel azonnal foglalkozni kell sajnos. Engem most semmiért bannolnak a modik 10-1 másodpercekre. Érdekes. Jó, hát akkor csináljuk azt, gyerekek, hogy aki bannolta Gábort egy másodpercre, akkor azt levonuljuk ennek az időnek a sokszorosára. Próbáljuk ki ezt.
Azt mondja, hogy moderátor nézett. Egyébként köszönöm a követést, Blue Belájla, vagy Belial, vagy de hogy kell ezt kiejteni, bocsánat. Blue Belial. Oké. Okay. Twitch. Na, nézzük csak. Azt tudom egyébként, hogy zsömlesajt, te bűnös vagy. Úgyhogy megnézzük mindjárt, mit tehetünk annak érdekében, hogy Gábor egy kicsit feremnek érezze az itt létet. Azt mondja, hogy... Tessék, 30-szoros büntetést kapott az, aki megszivatta Gábort. Ez így jó lesz? Ez így elég korrekt? Nem 3-szor kapja vissza, mint a Ludas Matyiban, hanem 30-szor. Itt aztán szigor van. Én nem tudtam, hogy kell időt állítani, nem fair. Hát ehhez fel kell nőni ez a feladathoz. A nem tudás nem mentesít senkit. Na. Kényszerítettek volna zsömle sajt? Hát... Nincs modit. Ez komoly, ilyenkor elveszted. Automatikusan leveszi rólad, hogyha ilyen van, az de kemény. Várjál, várjál, megnézzük. Tök jól elszórakozunk itt ezekkel a jogokkal, látom. Közösség, szerepkörkezelő. Tényleg levette rólad. Na várjál. Na, kész, meg van oldva. Miért én nem szórakozhatok egy kicsit? Na jó van. Sose lesz kész a küldetés, hogyha ilyenekkel húzzuk az időt. Ha végleg bannolod, akkor mit kapsz vissza? 30-szoros ban? Meg kéne keresnem 30 csatornát, és onnan is lebannoltatni téged véglegesen, nem csak innen, illetve a másik 29-et. Lefizetném őket, vagy valami ilyesmi, meg kéne kérnem őket, hogy legyen egy ilyen. És cserébe én is lebannolok tőlük embereket az én csatornámról, olyanok, akik sosem jártak ott, de ez egy ilyen gesztus lenne. Az életből bannolsz, hát abból nem szabad. Akkor nem tudnád nézni a streameket, az milyen dolog lenne már. Már az, hogy az embert lebonnalják a chatről, az még nem azt jelenti, hogy a streamet sem nézheti. Van a gyönyörűséges lámbörmill, ide fogunk majd visszatérni, hogyha felszedtem a csomagot, amit kell. Illetve ne felejtsük, hogy fel is kell tankolnom majd. Ezeket a hidakat egyébként nem adta a játék csak így a pályával, ezeket nekem kellett megcsinálnom. Külön ide hordani a fát, meg minden. Kemény munka volt benne, kőkemény.
Igen, az a vicc, hogy ezt is csak itt Snowden alatt lehet csinálni, tudjuk csinálni. Mert itt tudom egyedül olvasni a csetet veletek együtt tulajdonképpen. Próbálnánk ezt megcsinálni GTA 5-ben. Na. De jó ég, mint hogyha akadályba ütköznénk. Lenne egy kis probléma itt, úgy látom. Nem baj, megoldjuk. Valahogyan. Nincs egy olyan kocsi, ami kivágja a fákat egyébként? Én azt tökre tudnám értékelni. Oké, ez most mi? Hogy akadtam be ebbe a fába komolyan módon? Hogyan rákba tudtam ezt megcsinálni? Na jó van, oké. Kiszabadultunk. Na jó van, itt elméletileg el tudok menni mellettük, hogyha átrántom magam a sziklán. Tolakodom itt, mint Mici Mackó a nyúlodójában. Nincs vele gond, kicsit beakadok, de... És ha nem megy ésszel, akkor áthúzzuk magunkat vincsel. Na jó, van, lehet, hogy mégsem volt jó ötlet. Ki akarok menni? Ereszetek vissza! Oké. Okay. Kerüljük meg balról a fákat, hát ha valahogyan átmehetek innen. Basszus, ez milyen szemét küldetés, hogy nem tudok rámenni kamionnal arra az útra. Én értem, hogy lehet, hogy azt akarja, hogy jöjjek ide jippel inkább, de könyörgöm. Nincs mindenkinek a kéznél jeep. Meg egyébként mekkora szemét, manipulatív, mocsok dolog, direkt az út mellé rakni két követ. Teljesen egyértelmű, hogy azért rakták oda, hogy ne tudjunk átmenni. Jó, egyébként nem is tudom, hogy mit szarakodom itt ezzel a kamionnal, mikor az egy dolog, hogy átmegyek. Nagy nehezen majd. De hogy jövök vissza? Úgyhogy szállítmány is van mögöttem. Azt mondja, hogy attach winch. Oké, átmentem. Megfelelő szögbe kellett beállni, és utána már jól át tudtam magam fúrni. Ez az. Itt vagyok. Vissza az útra. Menj innen, útban vagy. Nem látod, hogy útban vagy? Jajjaj. Jajjaj, meg kéne kerülni, nem pedig felborulni. Az biztos nem kéne felborulni. Jó. Oké, nagyon jó. Ez az. Oké, szép, gyönyörű. Most én akkor is az úton akarok menni, szóval azt ne felejtsük el, itt a fő cél az, hogy az útra tudjak visszamenni. Ez a cucc egyébként, ez meg tök könnyű, úgyhogy ezt így... Ezt így megoldottuk ennyiből. Ja.
Félek, hogy nem tudom magamhoz kötni utánfutóval. Aha, igen, szívás. Ezt nem tudom hozni, csak hogyha vincsel, magam mögé kötöm. Rossz a kialakítása a kocsinak hozzá, túlságosan hátra került a sideboard trailer. Ugye, pont a pakoló miatt. De hát azt kénytelen voltam elhozni erre a küldetésre. Ezt a szívást, na jó, van, nézzük akkor. Alternatív megoldást keresünk. De magunk mögé kötöttük a drágát, úgyhogy most már mehetünk vele együtt, így is. Nem olyan vészes. Nyomjunk egy tankolást. Refuel. Van benne 3700 liter, később majd jó lesz. Hoppá. Nézhetnék magam elé is. Na jó van akkor. Csak az a baj egyébként ezzel, hogy ilyen viccből törölgetitek egymást egy másodpercre, hogy nem maradnak meg a csetek, amiket a Gábor írt. Szóval azért azt vegyük figyelembe, hogy innentől kezdve nem lesz visszanézhető az egész cset az ő részéről. Én ezért erre egy külön nyilatkozatot fogok kérni majd Gábortól, hogy őt ezt nem zavarja egyáltalán, vagy zavarja. Mert én elhiszem, hogy viccelődtök, de én azt akkor is szeretném majd tőle külön hallani. Tulajdonképpen ez az út, amit bejárunk, ez teljesen jó lett volna már elsőre is. Nem kellett volna ott trükköznünk a másik irányba. Csak valamiért azt hittem, hogy ott nem lesz egy olyan akadályunk, amivel nem tudok ott átmenni. De persze jó volt, hogy átverekedtem magam, mert akkor meg egy rohadt nagyot kellett volna kerülnöm, visszajönnöm ide egészen. Nagyjából akkor van még egyébként a SnowRunner-ben egy pályának, amikor az ember már fejből tudja, hogy mi hol van rajta. Ami ezen a pályán már igazából áll. Még van persze egy-két dolgunk rajta, a főküldetéseket még azért lehet csinálgatni, és egyébként ez egy plusz feladat a SnowRunner-ben, hogy a pályáról összeszedjük az összes elfószált ilyen otthagyott, lerakott, összehordható trélereket, utánfutókat, mindent, és azokat eladjuk, mert jó pénzt kapunk érte. Ezeket a játék engedélyező, hogy ezeket eladjuk. Kívül, hogy a küldetéshez tartoznak. És akkor elméletileg már látjuk is a célt. Balra veszünk egy kanyart. Én. Jaja, a zsömesz a csúnya volt, megszegte a szabályzatot. És te is megszedted, Gábor, a szabályzatot, mert bíráltad a modikat. Mondtad, hogy megszegte a szabályzatot a modik. Az bírálásra számít, úgyhogy mindkettőtöket ki fogunk penderíteni. Örökre. Na. Leadtuk a cuccot. Most már csak betonblokkokat kell idehozni és metálbímet. Zseniális. Van még itt feladat bőven. De én azt mondanám, hogy a mai napra akkor fejezzük be a dolgot, a snowrunnerezést mindenképpen. A stream pedig még egy nagyon rövid ideig még futni fog, amíg keresünk
egy rédelhető valakit így éjfél után. Aki viszont YouTube-on nézi vissza ezt a videót, attól elköszönnék. Ennyi lett volna már a Snore Alert. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!